A futás egészséges, ezt mindenki tudja. Meg azt is, hogy a futás fárasztó és olykor fáj. De pontosan milyen pozitív és negatív fizikai és lelki élettani hatásai vannak a futásnak, és hogyan lehet ezt mérni? A csapból is az folyik, hogy a futás egészséges, de az az igazság, hogy nem csak a futás, hanem minden aerob tartományban történő mozgás, azaz amikor az oxigén jelen van a mozgásunk során, például a gyaloglás, kerékpározás jó az egészségünknek. Ezzel együtt mi most kifejezetten a futás és az egészségünk kapcsolatát vizsgáljuk. A megkérdezett szakorvos helyből azzal kezdte, hogy Magyarországon mozgásszervi betegségek, elhízások terén elég gyatrák a számok, ezért is fontos a mozgás, például a futás népszerűsítése. Ha egészségünk javítása érdekében kezdünk el futni, vagy éppen életmódot váltunk, akkor néhány dologgal érdemes tisztában lenni. Az ember oxigén felvevő kapacitása 18-20 éves korra fejlődik ki, és ez azt jelenti, hogy csak eddig fejleszthető, ezután már nem. Ha valaki életmódot vált, és ezáltal változik az anyagcseréje, veszít a súlyából, akkor az helyből kedvező a szív- és keringési rendszerére nézve. Magas vérnyomás ellen például kifejezetten ajánlott az aerob mozgás, ilyen sportolás során a szív pumpa funkciója is javulni fog, ezzel hozzájárul a betegségek megelőzéséhez. Na de milyen az egészséges futás? Mint mindent, a futást is lehet rosszul csinálni. Az egészséges futás tekintetében vannak természetesen általános érvényű szabályok, de erre legjobban egyénileg lehet válaszolni. A legjobb, ha az életmódváltást, futó felkészülésünket megelőzi egy kardiológiai kivizsgálás, teljesítménydiagnosztika, azaz a pulzus zónák meghatározása. Így lehet pontosan meghatározni a zónákat, melyek persze a folyamatos edzéssel, az állóképességünk javulásával folyamatosan tolódnak. A pulzus zónák meghatározása azért fontos, mert egészségügyi szempontból az a jó, ha minimum 20 percen keresztül folyamatosan alacsony pulzuson edzünk. Ha valaki alapozás és persze ész nélkül kezd el magas pulzus tartományban edzeni, gyorsan futni, akkor először is a nem felkészült izomzata hamar lesérülhet, másrészt a szívének is árthat. Na de mi az alacsony pulzus? Erre jó a teljesítménydiagnosztika. De ha valaki nem tud elmenni, akkor lehet használni azt az általános elvet, hogy 220-ból kivonjuk az életkorunk számát, és ez lesz a maximális pulzus, ennek a 70-75%-a minősül alacsony pulzus tartománynak. Egyes sportórák rendelkeznek olyan felmérő edzés programmal, amivel meghatározhatjuk a pulzus zónáinkat, ehhez viszont semmiképpen sem ajánljuk az órába épített csuklós pulzusmérőt, hanem mellkaspántos vagy felkaros pulzusmérőt használjunk. Általános szabályként elmondható, hogy az az egészséges, ha a mozgás 80%-a aerob tartományban, alacsony pulzus tartományban történik. Szóval mennyit segít a futás az egészségünkön? Az attól függ, hogyan csináljuk. De lehet-e ezt mérni? Kollégánk ennek is utána jár. Az NN City Run futóversenyen ugyanis leparkolt egy szűrőbusz, ami a futók úgynevezett age értékeket mérte. Nagyon fontosnak tartjuk az NN biztosítónál, hogy minél több embert próbáljunk motiválni arra, hogy rendszeresen sportoljon, mozogjon, aktív életmódot folytasson. Ebben alapvető szerepe van az aktív életmódnak, a sportolásnak. Ezért szeretnénk egy kis turbót, egy kis motivációt behozni itt az NN City Run-on, hogy kihoztuk ezt a biológiai életkormérést, ahol minden érdeklődő meg tudja egy fél perc, egy perces műszeres vizsgálattal nézni, hogy a teste mennyi idős. Ez az úgynevezett age mérés, az age pedig a szervezetünkben felhalmozódott káros anyagok szintjének a mérőszáma, amivel meghatározhatjuk, hogy valójában mennyi idős a szervezetünk, mivel ezek az úgynevezett age-ek felelősek a szervezetünk öregedéséért. Mérés során arra figyelünk, hogy a mért érték esetleg nem esik el a magas tartományba, mert ez utalhat szív- és érrendszeri hormonális problémára, esetleg vércukorlebontási problémára, de akár gyulladásos betegségekre is. A kettőt összehasonlítva az egy jó irányt adhat, ha valaki 30 évesen, a gép szerint mondjuk 42 éves, akkor lehet, hogy ideje tenni valamit, mondjuk mozogni többet. Hogyha pedig 50 évesként azt látjuk a műszeren, hogy 35-40 évesen jön ki, akkor pedig ezen az úton kell menni tovább, és ehhez szeretnénk az embereknek egy kis motivációt, meg energiát adni. Szóval már arra is van mód, hogy megmérjük a fizikai egészségünket. De mi a helyzet a lelki egészségünkkel, a mentális higiéniével? Dr. Harsányi Gergő sportpszichológus kérdeztük a témában. Általánosságban mondhatom, hogy mindenféle sport segít abban, hogy az ember jobban érezze magát. Az, hogy a testmozgás és a futás egészséges, az természetesen tudományosan megalapozott, tehát ez evidencia. Ugye egyrészt a futás az abból a szempontból jó, és tudom, hogy itt most azért ilyen triviális dolgokat mondok, hogy könnyen elérhető, szinte mindenhol lehet csinálni, és hogy mindenki a saját
tudásának megfelelően csinálhatja ezt. Azt szerintem mindenki tudja, hogy azért boldogsághormonokat termel. Ami kifejezetten a pszichológiai rész, hogy a kitartást erősíti, kicsit mint a számítógépes játékokban, vannak ilyen számítógépes játékok, ahol szintet léphet az ember, hogy egyszer most csak egy kör tudok futni, most már másfelet, most már kettőt, tehát az az érzés is jó lehet, hogy én magamhoz képest előre tudok lépni. Önértékelés itt fejlesztheti az embernek, természetesen igen, ez a kitartását fejlesztheti az embernek. Van sok-sok ellenember, amelyik nem annyira versengő típusok. Ők kifejezetten szeretik azt, hogyha nem kell valakivel szemben versenyezni, nem kell azt érezni, nem érzi azt az ember, hogy na most győzött vagy most veszíthet, hanem hogy magához képest lehet jobb és jobb. Ebben is természetesen lehet egy versengés, az ember magához képest jobb és jobb. Természetesen egy egyértelmű, mindenkire érvényes határt nem lehet szabni, hiszen mindenkinek más és más a tűrőképessége. Próbáljuk meg megtippelni azt, hogy mik a határaink. A futás az ebből a szempontból is jó, mert egyszerűen nem tud az ember tovább futni és gyorsabban, hogyha ez nem megy neki. Reálisan jelöljük ki a célokat, lépésenként és lépésenként haladjunk tovább. A testünk egyébként úgy is jelzi azt, hogy mit bírunk és mit nem. A futásnak vannak társas aspektusa is. Lehet, hogy az ember egyedül fut, de mondjuk büszkén kiteszi a közösségi médiába azt, hogy ennyit és ennyit futott, és jó érzéssel töltik el a lájkok, meg az elismerő hozzászólások. Ez is az embert egy kicsit arra sarkalhatja, hogy elmenjen futni. Szerintem ez nem egy ördögtől való dolog. Az, hogyha már ez egy rossz értelmi függőségé válik, akkor ez már negatív lehet. Itt mondjuk olyan klasszikus példát próbálnék mondani ebben, hogy mondjuk az apuka minden egyes nap fut, ami nagyon jó dolog és egészséges neki, de hogyha emiatt már valamennyire elhanyagolja a gyerekeit, és már nem figyel oda rájuk, és már nem segít eleget a matek háziban, akkor ez lehet a családra nézve egy ilyen negatívum. És értelemszerűen akkor is, hogyha már ez olyan erőteljesebb függőségé válik, hogy itt most itt például a családot mondtam, de hogy az élet egyéb területein is negatív hatást fejt ki, már teljesen e köré szervezi az életét úgy, hogy ez azokra a területekre negatívan hat. A futásban az is jó lehet, ha már most egy picit pedzegettem a családi szállat, hogyha mondjuk az apuka vagy az anyuka elmegy futni, akkor ez egy jó példát mutathat a gyerekeknek, tehát ez is egy ilyen másik társas aspektus. Harmadrészt, hogyha például a Margit-szigeten futok, akkor is, hogyha én nem beszélgetek a többi futóval, az egy jó érzés lehet, egy valóvá tartozás érzése lehet az is, hogy mi így együtt futunk, még akkor is, ha valaki sokkal gyorsabb nálam, akkor is, ha valaki sokkal lassabb nálam. És a futás természetesen csoportosan is, hogyha az ember talál olyan partnereket, akikkel lehet ezt közösen csinálni, egy ilyen közösségi élmény is lehet. Pláne amiatt is, mert hogyha egyszer valakivel lebeszéltem, hogy holnap este 6-kor elmegyünk futni, akkor az ember utána már kevésbé mondja le, és könnyebben rábeszéli magát. Ha hirtelenjében túlzottan magasra tesszük a mércét, akkor sikertelenséget élhet át az ember, és azt mondja, hogy hát gáz a futás, és nem jó neki, így viszont így az apró lépések, az apró örömök, azok pedig jók lehetnek az embernek, és akkor onnantól kezdve már határa csillagos ég, és mehet az ember fél maratonra, meg maratonra, én ezért nagyon jónak tartom ezeket az ilyen szabadidős sportrendezvényeket.